Köszöntöm Önöket, ez itt az Aktív 60, a 60 Televízió életmód magazinja. Már javában itt a tavasz, éppen ezért arra gondoltam, hogy a mai adásunkban beszélgessünk az idei tavaszi trendekről. Szeretném, ha komplex képünk lenne a témáról, ezért egyaránt foglalkozni fogunk smink és hajtrendekkel, valamint divattippekkel is jövünk. Ehhez nyújtanak segítséget nekem mai vendégeink, Kaszás Gergő fodrász, Lénárd Viktória divattervező stylist és Olasz Boglárka sminkes. Köszöntelek benneteket! Mindenhol azt hallani 2017-ben, hogy valósíts meg önmagad, legyen saját stílusod. Ti mit gondoltok, mennyire beszélhetünk ma trendekről? És hogyha van is trend, akkor azok honnan jönnek? Köszönöm, üdvözlöm a nézőket elsősorban. Hát én úgy gondolom, hogy ez a stílus és divat, ez már egy annyira személyre szabott dolog, van megadva irányelv, nyilván amit New Yorkban, San Franciscóban és nagyobb városokban, a divat bemutatókon felbukkan. Nyilván mindenki próbálja követni a divatot, a trendet, de most már ez a 2017-es év, hogy valósítsd meg önmagad, én ahhoz kapcsolnám, hogy nem feltétlen mindenki a divatot próbálja követni, hanem önmagát, ami ő úgy gondolja, hogy oké, hogy ez a divat, de nekem nem áll jól, akkor megvalósítja önmagát, és egy teljesen egyedi dolgot hoz létre, vagy nem egyedi dolgot, régebbi divatot teremtve használ fel újra. Tehát érezzük jól magunkat. Így van, abszolút az, hogy inkább ne a divatot, hanem valósítsuk meg önmagunkat. Viki, mint stylist, szakértő. Én kapcsolódom hozzá, annyival egészíteném még ki, hogy annyira sokféle trend van most terítéken. A nagyon, nagyon kemény sziluettektől az egészen lágy, elegáns vonalakig. Annyira jól ötvözhetőek manapság már ezek a jól beépített kis dolgok, hogy egyediek tudunk lenni, trendiként is. Tehát annyiféle trend van most terítéken, hogy tökéletesen magunkévá tudjuk tenni. És én inkább ezt hangsúlyoznám, hogy a rengetegféle trendet tökéletesen magunkat tudjuk szabni, így van, akár kombinálva is. Ti egyébként mennyire követitek a trendeket, és hogyha igen, akkor honnan inspirálódtok? Hát próbáljuk nyilván, nem csak én, a stylistok is, mindenki próbálja követni, mivel szolgáltatást, vagy én személy szerint szolgáltatást végzek, ezért muszáj követnem a trendet. Én személy szerint Szabó Imre nevű mesterfodrásznak az oldalát követem bármikor. Az idei évben is az az első, hogy felnézek az oldalára, megnézem, hogy vannak-e új trendek, hozott-e esetleg új dolgokat, folyamatosan mennek külföldi bemutatókra, és onnan követem, onnan inspirálódok. Ez már megint más kérdés, hogy a vendégeimnek van-e igény erre az olyasfajta divatra, vagy sem. De azért próbálok napra kész lenni, hogy tisztában legyek az újdonsült dolgokkal. Igen, mindenki eldöntheti magának, hogy mi tetszik. Viki, nálatok? Hát nyilván abszolút követem a trendeket, tehát hogyha nem tenném, nem itt ülnék. Hát az, hogy hol inspirálódom, ezt inkább úgy tudnám elmondani, hogy mindenből próbálok inspirálódni. Tehát nyilván jön egy vendégem, akkor először megnézem, hogy ő milyen a karaktere, és ahhoz próbálom alakítani az általam megtervezett ruhát, vagy éppen szettet, attól függően, hogy mire van szüksége. Nem tudok kiemelni így divatházat, vagy mestert, ahogy ő mondta, mert olyan sok helyről gyűjtöm az inspirációmat. Social médiában főleg. Igen, tehát figyelembe veszem azt, hogy mi az, ami az embereknek, ami a hölgyeknek, férfiaknak tetszik, és ami most leginkább kedvel, és próbálom én is azokat viszont látni a saját kollekciómban, vagy az összeállított szettekben. Ha már pont veled beszélgettünk, engem nagyon érdekelne, hogy ruhák terén, illetőleg anyagok terén 2017 és 2017 tavasza mit fog nekünk hozni? Sok változást nem hoz 16-hoz képest, inkább csak felerősödnek ezek a vonalak, tehát ahogy eddig voltak a virágminták, most még több virágminta lesz virágot virággal, illetve most kavarodnak a minták, a virágot a kockással, a kockást a csíkossal, megint előjön ez a bohém. Zűrzavar. Igen, tulajdonképpen zűrzavar. Illetve maradnak a csipkék, ami még szintén nagy szezon volt tavaly is, illetve itt idén is nagyon nagy trend lesz. Illetve beköszöntött a militári korszak, újra trendi a militári stílus, előjöttek a keki, illetve homokszínek, előjöttek a kargónadrágok, a bőingek, és ezt próbálják egy picit nőjesebben
megtervezni, vagy újra gondolni, de újra jönnek a katonás lányok. Uh-huh. Hát szuper lesz nekünk. Nemrég jelent meg a tavaszi kollekciód. Ezzel kapcsolatban milyen irányba mentél el te magad a kollekcióddal? Nagyon közel állnak hozzám a finom pasztelszínek, meg a virágok, csipkék. Uh-huh. Tehát ugye én nem csak hétköznapi ruházatot, hanem esküvői vonalat is képviselek, ezért mindig ezen a vonalon próbálok maradni. Így most is rengeteg virágmintával készültem, rengeteg csipkével, könnyű tül, illetve muszlin ruhákkal, úgyhogy remélem, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő tavaszi viseletet. Viki, nagyon jó, hogy említetted az esküvői ruhákat, illetőleg az esküvőket. Ugye közeleg az esküvői szezon, neked pedig az egyik fő profilod az esküvői ruhák készítése. Mit hoz nekünk a 2017-es év esküvői ruhákat tekintve? Rendkívül színes évünk lesz, ugyanis maradnak a klasszikus hercegnős fazonok is, ugye a lányok nagyon sokan keresik még mindig ezt a klasszikus, szép, nagy szoknyás fazon, de bejöttek most már ezek a bohém esküvői ruha fazonok is, amikor egy könnyed, lenge, nyári ruha szerű az egész esküvői ruha, és könnyebb viselni, kellemesebb és sokkal szabadabb érzése van a nőknek, lányoknak, leendő feleségekben ebbe a fazonba. Úgyhogy ez is nagyon kedvelt, és ez is egyre inkább keresett fazon mostanság, illetve nagyon hódít mostanában a sellőfazon. A sellőfazon, ugye, ami nagyon szép sziluettet csinál a női testnek, és egy alul egy szép szoknyával koronázza meg az egészet. Na hát ez is egy kifejezetten kedvelt fazon lesz az idén. Szuperül hangzik. És a koszorús lányok ruháját, ha nézzük, ott mik lesznek a meghatározó elemek? A koszorús lányok könnyedebb fazonokat választanak általában. Egy szűke felső rész és egy lazább szoknya részű, egyszerűbb fazonú ruhát választanak. A színekben pedig mostanában inkább a púder és a nude színeket kedvelik, tehát rengeteg pezsgőszín, barackszín, púderrózsaszín, májvaszín, ezek a szép kis finom árnyalatok kedvezőek. Akkor letisztult elemek. Igen, teljes mértékben. Ezt tudom mondani. Gergő, te női és férfi podrász is vagy egyaránt. A női frizurákat tekintve mik lesznek a meghatározó elemek? Színek, fazonok? Azzal kapcsolatban csatlakoznék az előttem szólóhoz, hogy nem lesz túl nagy eltérés a 2016-os és a 2017-es év között, hiszen még a 2017-es évről sem beszélhetünk annyira, mert annyira az elején vagyunk még, ám bár most már azért pedzegetnek ezt-azt a nagy ikonok, hogy mi lehet majd a divat. Visszatérnek az ilyen nagyon 20-as évekbeli Marcel hullámokat láthattunk már több divat bemutatón, illetve kreppelt hajakat. Színekben. Ez nagy kedvencem. Igen, a kreppelés, és sokan szerették amúgy. És most visszatér. És 3 napig tart. Nagyon jó. Színekben viszont ugye, amit említettél, az ombre, a balayage, ezek ugyanúgy meg fognak maradni. Most már viszont talán áttérünk a pasztel színekre, a rózsa arany színekre, akár a kékre, kék ombrék. Tehát nagyon próbálnak bevállalósak lenni a kliensek, hogy kövessék a divatot, vagy még a tavalyi évben volt, amit sokan ferde szemmel néztek, és nem tudták értékelni, a szürke hajszín. Igen. Mert sokan úgy voltak vele, hogy borzasztóan öregíti az arcot, amivel egyet is értek, mint fodrász, hogy öregíti az arcot, de ehhez kell egy jó stylist, egy jó stílus, hogy ahhoz a hajszínhez hozzá tudjon öltözni. Hogyha valaki hozzá tud öltözni, szerintem tökéletes az a hajszín is. És valakinek jól áll. Így van. Amen. És valakinek jól áll. Az urakat tekintve, az urak frizuráját tekintve mi lesz a meghatározó? Urak frizuráját tekintve szerintem semmilyen eltérés nem lesz. Ugye most már talán a 2015-ös évtől bejött ez a lumber, ez a favágó stílus, hogy mindenki meghagyja a szakállát, azzal formálódik, és mindenki meghagyja a oldalt felgépelt, fölül hosszabb frizurát, de most már mindenki szakállal kombinálja, ha nem is komplett szakáll, legalább borosta, de az is élére vágva, esetleg festve, mert sokan festetik a szakállukat. De uraknál nagyon nagy változása nem számíthatunk 2017-ben. A sminktrendekkel mindig bajba vagyok, nagyon nehéz követni, mi az aktuális trend. 2017-re, Bogi, mit jósolsz? Az üde és vidám színek még továbbra is megmaradnak. A szemeknél a vizes hatás és a csillogó cukorka színek fognak dominálni.
A Kardashian kontúr még továbbra is hódítani fog, de már törekedni fogunk a természetességre. Szuper! Rúzsok tekintetében mire számíthatunk? Rúzsok terén a macinák fognak dominálni, és ez mind megjelenik a sötét lilában, a púderes árnyalatokban egyaránt. Ó, szuper! Mit gondoltok? Mennyire kortalan a trendek követése, illetőleg a divat? Szerintem a divatkövetését nem lehet korhoz kötni, hiszen tényleg azért középkorú nők férfiaknál is látjuk, hogy tényleg követik a divatot, és szerintem nem néznek rá ferde szemmel, hogy úristen, ő már abban a korban van, hogy nem kéne. Szerintem igenis becsületre méltó az, hogyha azt látom, hogy igenis nem törődött bele abba, hogy ő már korosodik, hanem követi a divatot. Szerintem ez egy abszolút pozitív dolog, nem lehet korhoz kötni a divatot. Viki, mint szakértő. Én úgy gondolom, hogy a divat nem korhoz kötött, illetve trendeket akkor is lehet. Trendeket nem csak fiatalon lehet követni, hanem akár középkoruként, vagy akár idősként is. Semmiképpen nem mondanám, hogy korhoz kötött. Én kifejezetten szeretem, amikor akár idősebb emberek is napra készek a divatban, és olyan üdén tudnak felöltözni, hogy a fiatalok is megirigyelhetnék. Igen, szerintem fontos, hogy az idősebb korosztály is nyitott legyen. Így van, és hál' Istennek azért most már nálunk is egyre inkább elterjed az, hogy nem csak a fiatalok követik a trendeket akár mániákusan, hanem igenis az idősebb korosztály is bekapcsolódott, és ők is megtalálták maguknak azt a vonalat, amit tudnak képviselni, és ez nagyon fontos. Igen, egyetértek vele. Most behívnám a stúdióba a kis segítő hölgyet, akit Anginak hívnak. Angi, gyere, fáradj be! A nézőknek elmondanánk, hogy Angit fogjátok ma átalakítani a tavaszi trendeknek megfelelően. Angi, először pár szóban kérdeznélek téged, mit gondolsz a tavaszi trendekről, és te honnan szoktál inspirálódni trendek követésénél, ha egyáltalán követed? De hogy látom, igen. Igyekszek, próbálok követni. Hát attól függően, hogy ezek a tavaszi minél inkább színesebbek, én mindig is ragaszkodom a sötét színekhez, de próbálom persze követni őket. A ruhák terén inkább ezeket a kényelmeseket szeretem, mondjuk egy ilyen fekete cicanac, egy ilyen bő felsőkkel inkább ezeket szeretem, amilyen kényelmes, hogy munkával is jó, de azért mégis divatos, úgyhogy ilyen bő felsők vagy ilyesmi, tehát én ez így próbálom követni őket. Akkor én most szabadon engedlek titeket, és hagylak titeket dolgozni, mi pedig a nézőkkel kövessük végig Angi átalakulását.
és megtörtént Angi átalakítása. Gergő, mesélnél pár szót, hogy miért így csináltad meg Angi haját? Igen, mint ahogy említettem, hogy 2017-es divat most már tényleg a bohém, kócos, nem a szabályosságra megyünk rá. Ezzel, hogy elhúztam fél oldalt a frizuráját, kiemeljük azt, hogy szép arca van, nem takarjuk, nem oda húzzuk be a loknikat. Tehát én azért döntöttem ez a frizura mellett, hogy csak oldalra nem szabályos loknikat sütni. Szerintem tökéletes lesz a 2017-es divatnak. Szuper, nagyon jól áll. Viki? Én követtem a haj stílusát, ezt a bohém vonalat, ezért választottam neki ezt a kockás inget, ami kicsit favágós, de ezzel, hogy a hátán meg lehet kötni, így kiadja a nőies sziluettet, de mégis tükrözi a 2017-es divatot, hiszen fodros, kockás, ing fazon, úgyhogy abszolút trendkövető ez az ing. Nem dolgoztam vele olyan sokat, hiszen nagyon klasszul illeszkedik hozzá ez a leggings, illetve ez a cipő, ami szintén nagyon divatos és nagyon 2017. Szuper, mert ez egy kényelmes darab legalább. Bogi? Mivel Anginak nagyon szép arcbőre van, így nem kellett rajta sokat dolgoznom. Hát a szeméhez és a szájához barackos színeket használtam, ami kicsit előidézi a tavasz hangulatát. Angi, te hogy érezted magad itt az átalakítás során? Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen, nagyon tetszik a sminkem, a hajam meg az ing, a ruhám, kényelmes is és bő is, amint elmondtam az elején, hogy egyébként én nagyon szeretem ezeket, úgyhogy abszolút élveztem, nagyon kedves volt mindenki. Akkor teljesen tudsz azonosulni. Teljesen tudok, így van, nagyon tudok. Akkor elértük a célt. Köszönöm, hogy befáradtatok ma hozzám.